az elmúlt hetek és hónapok eseményei után talán meglepő lesz az első mondatom, de azért jöttem ma ismét Hódmezővásárhelyre, hogy konszenzust teremtsek. Azért jöttem ma Hódmezővásárhelyre, hogy Hódmezővásárhelyen mindenki fogadja el azt a mondatot, hogy a K-Art ügy Hódmezővásárhely legjelentősebb gazdasági közéleti bűncselekménye, legyen az szocialista, jobbikos, kormánypárti, vagy éppen magát függetlennek mondó. Mindenki egyként értsen egyet azzal a tétellel, hogy a K-Art ügy Hódmezővásárhely legjelentősebb gazdasági közéleti bűncselekménye, és a vizsgáló bizottság munkájának, érdemi munkájának megkezdése előtt szeretném azt elérni, hogy a soron következő Hódmezővásárhelyi közgyűlésen a közgyűlés lehetőleg egyhangúan fogadja el ezt a tételmondatot, ítélje el azt és azokat, akik Hódmezővásárhelyi és térségbeli nagy beruházásokon megloptak kis és nagyobb vállalkozásokat, és ítélje el ezt a bűncselekményt és azok, annak az elkövetőit és haszonélvezőit. Én azt gondolom, hogy ez a tétel, ez a vitán, politikai szimpátián meg pártszimpátián felülállóan mindenki számára egy elfogadható tétel, és azt gondolom, hogy amiben egyet lehet érteni, abban próbáljunk meg egyetértésre törekedni. A sajtótájékoztató címében is szerepelt, és nem szeretném megkerülni ezt a kérdést sem azonban, hogy azzal együtt, hogy az eddigi elmondottakban mindenki egyetérthet, abban már biztosan lesz némi vita, hogy azok, akik a lopott pénzből politikai vagy gazdasági hasznot húztak, azoknak mi legyen a sorsa. Én azt mondom, hogy akik ebben az ügyben gazdasági hasznot húztak, akik a lopott pénzt elvitték, vagy konkrétan pénzt ellopták, azok az emberek büntetőjogilag bűnhődjenek, és mivel az összeg akkora, ezért én abban bízom, hogy az illetők nem felfüggesztett, hanem letöltendő börtönbüntetést kapnak. Azok pedig, akik ebben az ügyben elsősorban, vagy ebből az ügyből elsősorban haszonélvezőként, akár gazdasági haszonélvezőként, akár politikai haszonélvezőként jöttek ki, nevezetesen a politikai kampányukat lopott pénzből támogatták, azok pedig bukjanak meg, morálisan mindenképpen vállalhatatlan az, ha egy politikus kezéhez kimutathatóan lopott pénz tapad, és azt gondolom, hogy aggályos egyébként jogi értelemben is, de ez a feljelentésem nyomán egyébként már folyamatban lévő számos büntetőeljárásnak a tárgya ezt kideríteni, hogy az, akinek a politikai kampányát finanszírozták a K-Art ellopott 100 millióiból, az a illető, az követett el bűncselekményt vagy sem, de azt gondolom, hogy morálisan ez vállalhatatlan. Azért jöttem ma ide, mert szeretném a 2 órakor kezdődő ideglenes önkormányzati vizsgálóbizottság ülésén bemutatni azokat a dokumentumokat és bizonyítékokat, amik egyértelműen alátámasztják, hogy a szegedi szemépügyhöz hasonlóan a K-Art ügyben nem egy fantazmagóriáról és nem egy felfújt lufiról vagy egy kampánytémáról van szó, hanem kimutathatóan dokumentumokkal és bizonyítékokkal igazolható módon egyesek a pénzeket ellopták, és az ellopott pénzből vagy anyagi, vagy politikai hasznot húztak. Én továbbra is várom, és azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottság végén, vagy eljárásának a végére ki is fog derülni a válasz arra az egyszerű kérdésre, hogy kapott-e Márki-Zay Péter az ellopott pénzből, mekkora összegeket kapott, és ezeket az összegeket ki utalta át Márki-Zay Péter számlájára, de ma nem azért vagyok itt, hogy Márki-Zay Pétert támadjam, azért vagyok itt, ami ennek az ideglenes vizsgálóbizottságnak az elsődleges feladata, hogy az érintett károsultak rendkívüli és méltányosságon alapuló rendkívüli kártalanítása ügyében a vizsgálóbizottság teljes körűen tájékoztatást kapjon a kialakult helyzetről, és tájékoztatást kapjon arról, hogy kiket, milyen összegben, milyen munkákon károsított meg a K-Art cégcsoport 3 különböző cége.
Azt írtam, hogy megfélemlítés van a Hódmezővásárhelyen. Azért mondom, hogy megfélemlítés van, mert az elmúlt napokban a K-Art ügy károsult a vállalkozói, különböző direkt és indirekt fenyegetéseket kaptak egy jól behatárolható üzleti és politikai körtől Hódmezővásárhelyen. Nem kevesebbet mondanak az általam képviselt károsult alvállalkozóknak, mint hogy maradjanak ki ebből a vizsgálóbizottsági eljárásból, ne vegyenek ezen részt, ne vegyenek ebben részt, mert nem fognak Hódmezővásárhelyen munkát kapni. Én azt javaslom az érintett alvállalkozóknak, hogy ne féljenek, használják a nyilvánosság erejét, mert azt gondolom, hogy előbb-utóbb az ügyben igazságszolgáltatásra kerül sor, jogi, politikai, morális és pénzügyi értelemben egyaránt, viszont azért, hogy ezeknek a vállalkozóknak a gazdasági, üzleti érdekei ne sérüljenek, ezért azt fogom megnyitványozni a vizsgálóbizottságnak, hogy a vizsgálóbizottság ülésének megkezdését követően, miután én elmondom az előzményeket és tájékoztatom az ügy érdeméről az érintetteket, úgy a vizsgálóbizottság tagjait, mint a sajtó ott jelenlévő munkatársait, azt követően az érintett károsultak érdekében rendeljen el a bizottság zárt ülést, mert nem szeretném azt, hogy akár névvel, arccal, telefonszámmal, idő előtt ezek a károsultak nyilvánosság elé kerüljenek, és ezzel az elmúlt hetekben egyébként Hódmezővásárhelyen megtapasztalt vállalkozó ellenes hangulatnak a célpontjába kerüljenek. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy az általam képviselt vállalkozók, és ezt mindjárt be is mutatom a sajtó megjelent képviselőinek, az általam képviselt vállalkozók mindegyike a saját aláírásával cégszerűen nyilatkozva nyilatkozatot tesz ma a vizsgálóbizottság felé, amely nyilatkozatban egyértelműen leírja minden egyes cégvezető és vállalkozó, hogy melyik munkákon, mekkora összeggel nem fizette ki őt K-Art cégcsoport, illetve konkrétan Kend Imre úgy, hogy a munkát megrendelte, a munkát a vállalkozó mindenhol tisztességgel elvégezte, és a végén pedig a munkája ellenértékét nem kapta meg. Közben egyébként megérkezett az egyik érintett vállalkozó, majd sajtótájékoztatót követően vele együtt megyek be a vizsgálóbizottság 2 órakor megkezdődő ülésére. Én arra biztatom a sajtómunkatársait, hogy jöjjenek önök is a vizsgálóbizottság ülésére, és abban bízom, hogy nem ismétlődik meg, és hát már végszó, nem ismétlődik meg az előző vizsgálóbizottsági ülésen tapasztalható közhangulat, illetve polgármesteri hivatali hangulat. Bízom benne, hogy ezúttal nem kell keresgélnünk a házasságkötőtermet, és nem keresztelték át az esetleg más teremnék. Bízom benne, hogy a polgármesteri hivatal fog jegyzőkönyvezetőt biztosítani a bizottság üléséhez, és abban is bízom, hogy Márki-Zay Péter ebben az ügyben, mint minden más ügyben, a nyilvánosságot vállalva részt vesz az ügy teljes körű feltárásában. Még egyszer mondom, és tényleg ez a végszó, nem támadni jöttem majd, de Márki-Zay Péter, hanem az ügyet, részben az ő segítségével is, a közgyűlés és a vizsgálóbizottság hathatós közreműködésével megoldani, feltárni, és az érintetteket kártalanítani, az elkövetőket pedig megfelelő helyre juttatni. Ha van kérdés, akkor állok rendelkezésre. Ha megvan a parkolójegy, akkor utána pedig várom a vállalkozót. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy ki kereste meg ezeket az alvállalkozókat, ugye mondta, hogy megkeresték őket. Lehet-e tudni egy kicsit konkrétabban, hogy esetleg milyen szervezet vagy milyen üzleti érdekkel rendelkező személyek keresték őket meg, és konkrétan mit mondtak nekik, ugye fenyegették őket, vagy mi az egésznek a története? Anélkül, hogy a szintén Hódmezővásárhelyen az elmúlt hetekben már gyakorlattá váló sejtetéseket, meg sugalmazásokat én is folytatnám, anélkül a teljesen konkrét dolgokat mondom. Az ügy elkövetője, tehát a ügy érintett elkövetője, a vállalkozó kereste meg az egykori alvállalkozóit, és arra próbálta őket rábírni, hogy valamilyen módon egyezzenek meg egyfajta
cég és cég közötti kártalanítás ügyében. Ez az egyik fajta megkeresési mód. A másik megkeresési mód az, amikor magukat befolyással bírónak nevező személyek, konkrétan polgármester úrhoz rendkívül közel álló személyek, Hódmezővásárhelyi lakosok közül kettő konkrétan megkeresi a vállalkozót, és arra biztatja, hogy ebből az ügyből most maradjon ki, hiszen majd Hódmezővásárhelyi beruházásokon sokkal jelentősebb pénzeket tud keresni, mint amit esetleg most itt a kártalanítási folyamatból megkaphat. A harmadik pedig az, és ez konkrétan egy darab érintett vállalkozót illet, mégpedig azt a vállalkozót, aki a KART ügy miatt csődbe került már, és csődbe is ment, tehát a cégét konkrétan végelszámolták, vagy felszámolták, az érintett Hódmezővásárhelyi vállalkozót meg konkrétan megfenyegették, hogy ne akarjon a helyi politikai életbe semmilyen módon belefolyni, mert úgy járhat, mint azok a vállalkozók, akik az elmúlt hetekben vagy hónapokban nem voltak lojálisak az új Hódmezővásárhelyi városvezetéshez. Ez a három konkrét megkeresés az, amiről én be tudok számolni, és ha az ügy odáig jut, és már látszik a folyamat vége, akkor én azt gondolom, hogy az érintett vállalkozók, akiket megkerestek, a károsultan vállalkozók, arccal, névvel ide fognak állni, de majd akkor, amikor nem kell attól félniük, hogy akár Hódmezővásárhelyi, akár másik munkákból azért maradnak ki, mert egyébként megpróbálnak 8 év után hozzájutni az elvégzett munkájuk ellenértékéhez. Tehát akkor nevezhető vesztegetésnek? Én azt gondolom, hogy maximum vesztegetés kísérletének, mert az alvállalkozók egyértelműen azt mondják, hogy ők nem akarnak semmilyen mutyiban részt venni, egyet szeretnének, azt a pénzt, amiért 8 évvel ezelőtt megdolgoztak, azt végre megkapni. Erről itt vannak a szerződések, a számlák, a dokumentumok, kimutatható, hogy mit dolgoztak, mennyi ennek a munkának az ellenértéke, annak a munkának az ellenértékét és a mai napig járó késedelmi kamatok. Ezeket szeretnék megkapni, és mielőtt itt is az a vád érne, ami Szegeden már ért, én ebből az ügyből egy forintot sem szeretnék közpénz formájában keresni. Engem ezek a vállalkozók az elmúlt 8 évben folyamatosan, ha úgy tetszik, pénzeltek, ha úgy tetszik, akkor fizették a munkámat, mint bármely más követeléskezelőnek, jogásznak vagy ügyvédnek, és ez a jövőben is így lesz, akkor is így volt, amikor még nem Márki Zaj Péter volt a polgármester, és akkor is így lesz, amikor már nem Márki Zaj Péter lesz a polgármester. Én közben üdvözlöm, Kornél egy kicsit közelebb jössz, de mellém, hogyha... Igen, akkor fölvehetjük, tehát mondod, igen, hogy... Igen, ezt a részét én azt mondom, hogy nyugodtan. Szia, gyere, sikre mellém, hogy kihasza, jó? Szia. Csak szeretném bemutatni időközben, megérkezett, mondtam a nevedet, ugye? Deli Kornél, egyéni vállalkozót. Kornél az ország másik végéből, konkrétan Szekszárd mellett, Kapos Szekcsőről érkezett ide. Ő az egyik károsult azok közül, a 60 károsultak közül, akinek a pénzét nem fizették ki. Kornélnak azokban az években, amikor a KART-nak dolgozott, egy olyan egyéni vállalkozása volt, tehát a saját teljes vagyonával felelő egyéni vállalkozása, amelynek az árbevétele abban az időszakban 20-30 millió volt. 20-30 millió forint volt, az őt ért kár értéke meghaladja a 6 millió forintot, tehát több mint 6 millió forint értékben végzett olyan munkát, ami a mai napig nem lett kifizetve. Azt szeretném jelezni, hogy ez az egyéni vállalkozás éves árbevételének a akkoriban 15-20%-a, ami azt jelenti, hogy nem csupán a teljes éves nyereségét vitték el, hanem gyakorlatilag elnehezült a vállalkozása, és révén, hogy ő nem korlátolt felelősségű társasági formában dolgozott, mint egyébként Kend Imre tette, ezért ő a teljes magánvagyonával felel a saját gazdasági tevékenységéért, úgyhogy neki helyt kellett állni azok felé, a hitelezők felé, bankok felé, akiket ő mondjuk adott esetben azért nem tudott fizetni, meg határidőre teljesíteni, mert őket a KART ügyben, őt a KART ügyben meglopták. A Kornél, hogyha valamit szeretnél még hozzátenni, akkor... Ha van esetleg kérdés Kornélhoz, akkor nyilván áll esetleg. Csak egy röviden annyit, hogyha elmondanál nekünk, hogy
milyen intervallumban, milyen munkákat végeztél, hogyan történt a számlázás, mivel hitegettek egyáltalán, röviden ezt a folyamatot elmondanád. Milyen projektet dolgoztunk? Picit a mikrofonhoz elmondani. Milyen projektet dolgoztunk Dombóváron? Nem ilyen többlet egy szerződéses munkából adódott nekünk a nem kifizetés, és szerintem nem is átrálkoztak el, mondták, hogy likvidálási problémájukban, hogy nem kaptak meg valami pénzt, befektetésből, és hogy ezért nem tudnak fizetni. Tehát az a baj, hogy nem tudtam tankolni ebbe az ígérette. 60%-ig fizettek, nem volt van. Csak felmaradó 40%-ban. Hogyan éltétek túl ezt az időszakot? Pont a gazdasági válságnak 2008-nál, ugye amikor kisvállalkozás, van leasing, járulékos költség, bejelentett ember, kevés. Milyen munka volt az pontosan? Földmunka. Melyikben volt? Domáron Fiszman kazángyártó cégünk a bővítésénél dolgoztunk. Köszönöm szépen. Én köszönöm akkor a sajtó megjelent a sajtótájékoztatóra vonatkozó figyelmet, és tényleg tájékoztatom önöket, hogy mi 2 órára vállalkozókkal közösen meghívást kaptunk a vizsgálóbizottság ülésére. És lévén, hogy én azt gondolom, hogy teljes nyilvánosság előtt kell ennek a folyamatnak zajlania, én arra biztatom a sajtóképviselőit, hogy kövessék figyelemmel a bizottságnak a munkáját is. Köszönöm. Akkor most csak bemegyünk, egy ideig már. Mégse egy bizottság kövessék. Jó. Tiszteltel köszöntöm a ideális bizottság megjelent tagjait. Megalapítom, hogy a mai bizottság ülés határozatképes. A 4, illetve az 5 választott bizottsági tagból 4-en jelen vagyunk. Dr. Kovács Pál nem jelezte, hogy nem lesz részt a bizottság ülésen, tehát megalapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A tiszteltel köszöntöm a sajtóképviselőit. A mai bizottságülésnek az elejét szeretnénk nyitülésnek nyilvánítani, és utána a vállalkozó beszámolók kapcsán természetesen zárt ülést fel kell rendelni. A napirendi pontokat, amit előzetesen kiküldtem, annyit tartalmazott, hogy az ügyben érintett dr. Szabó Bálintot hallgatjuk meg, mint a kábesodnak képviselőjét, arra vonatkozott, hogy foglalja nekünk össze azt, hogy eddig mi történt ebben az ügyben, az ő tudomására egy információt jutottak, és utána szeretnék volna meghallgatni, vagy szeretném meghallgatni a vállalkozót, aki az ő vállalkozására, vagy a saját vállalkozásával kapcsolatos információkat szeretném megosztani a bizottsággal.
szeretném közölni azt, hogy a Hódmezővásárhely Műtéti Város közgyűlése feladatot rótt ránk, mégpedig a májusi rendes közgyűléssel, ami május 29-én délután 16 órakor kezdődik, egy anyagot kell összeállítsunk a bizottság eddigi tevékenységére vonatkozóan, hogy egyet anyagként természetesen jövő kedden be fog érkezni. Úgyhogy ennyi előzmények után, aki ezt azzal egyetért, ezt kérem, hogy röviden szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú. Van esetleg kérdés, ha nincs, akkor Szabó Bálintot megkérjük, hogy mondja az ügyben azokat a fontos információkat, amit a bizottság tudomására szeretne, és természetesen kérnék egy írásban. Köszönöm szépen a bizottságnak a meghívást. Előjáróban szeretném azt elmondani a Kállat cégcsoportról, hogy a Kállat cégcsoport, ennek természetesen ismert, Hódmezővásárhely egyik legjelentősebb és legkövecsültebb építőipari cége volt. A Kállati cégcsoportnak konkrétan három különböző cég volt a tagja, a Kállat ZRT, a Kállat Építész Stúdió Kft. És a Kállat House Kft. Ez mind a három gazdasági társaság ugyanarra a tevékenységi körre, tehát építőipari tevékenységre jött létre. Nekünk költözés kezelőként kicsit fura volt, hogy ugyanarra a tevékenységre van három cégre szükség. Erre a cég akkori vezetője Kent Imre valahol azért kielégítő választ tudott adni akkor, amikor mi ezzel az ügyel először találkoztunk. És itt szeretném azt jelezni, hogy ez az ügy, tehát a Kállat ügy, ez nem ma kezdődött. Kállat ügy, amelyet azt értem, hogy a jelentős Hódmezővásárhelyi építőipari cégcsoport megkárosította az alvállalkozóit, először csak csúszva fizetett, majd aztán egyáltalán nem fizetett. Ez az ügy, ez 2011-12-ben indult, tehát ez egy lassan két esztendős ügy, és most a bizottságra, a bizottságülésre készülve megkaptam ezt a engedményezési szerződést a kollégáimtól, amelyen még Almási István, egykori, akkor még alpolgármester, polgármesteri jogkörbe eljáró alpolgármester, és az egyik károsult közötti engedményezési szerződésről született, ugyanis nem most vagyunk itt először Hódmezővásárhely önkormányzatánál azt kérve, hogy segítsen az ügyben az érintett károsulti körnek. 2011-12-ben, amikor hasonlóan a mostani eseményekhez, mert az új polgármester megválasztását követő eseményekhez, megkerestük akkor még Lázár János polgármester urat, majd időközben ugye, polgármester úrból, ha jól emlékszem, államtitkár lett, és ezért alpolgármester úr vette át az ő jogköreit, ezért mi már Almási Istvánnal folytattuk le azokat a tárgyalásokat, amelyek arról szóltak, hogy itt vannak Hódmezővásárhelyi érintettségű, a Balogh-Imsi sportcsarnokon dolgozó kisvállalkozók, akik nincsenek kifizetve, és ezek a vállalkozások 10-15 millió forintos árbevétellel rendelkeznek. Jellemzően például az egyik, ez egy építői vagy egy festővállalkozó, egy egyszemélyes egyéni vagy Kft. Egy kisvállalkozó, önök által is biztos ismert, ő 5 millió 122 ezer forintja után futott, tehát gyakorlatilag az éves árbevételének a közel harmada nem volt kifizetve. Akkor azt a döntést hozta a Hódmezővásárhely polgármestere, illetve nem tudom, hogy akkor kinek milyen jogköre volt, úgy emlékszem, talán ez testületi felhatalmazásra szüksége volt, és ezt is megkapta, hogy akkor a kisvállalkozókat, érintett három kisvállalkozót olyan módon segíti a Hódmezővásárhelyi önkormányzat, hogy egy engedélyezés keretében megvásárolja a követeléseket, és utána majd érvényesíti akár cégcsoporttal szemben, hogy ilyen módon Hódmezővásárhelyi önkormányzatnak már egyszer segített az érintett kisvállalkozóknak, amit ezúton is köszönök az érintettek nevében. A helyzet azonban utána sem oldódott meg, az akkor még fizetési nehézségekkel küzdő Kállat cégcsoport, aztán egyik, utána a másik, majd végül a harmadik tagja is gyakorlatilag fizetésképtelen helyzetbe került, és szépen sorba, hónapra szinte, vagy egy fél éves csúszásokkal az első, tehát az ERT, aztán az egyik ERT, majd végül a harmadik ERT is gyakorlatilag is fizetésképtelenné vált, és jogi értelemben felszámolási eljárások indultak ezekkel a cégek ellen. Én elhoztam a kimutatást, a építőipari cégcsoport két felszámolás alatt lévő érintett cégcsoportja összességében
30, illetve 27 darab kis- és középvállalkozót károsított meg. Összességében tehát 60 érintett károsultról beszélünk, és a kár értéke összességében meghaladja a 800 millió forintot, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek egy része nem kis- és középvállalkozó, hanem vagy nagyobb vállalkozó, vagy különböző, vagy intézmény, vagy állami szerv, például egyébként Hódmezővásárhely megyei város, vagy éppen Szeged megyei város önkormányzata is ide tartozik. Próbáltunk annak idején tárgyalni a KSZ-csoport vezetőivel, és próbáltunk az akkor még Hódmezővásárhely önkormányzat és KSZ-csoport között fennálló jogvitában is tisztánlátni, és valamilyen fajta kompromisszumos megoldást találni, mert a lényeg az lesz, hogy az alvállalkozók semmiképpen ne járjanak rosszul. Ezzel szemben a történet végig az lett, hogy Hódmezővásárhely gyarapodott, illetve gazdagodott egy a károsult alvállalkozók által felépített sportcsarnokkal, Kent Imre és családtagjai dokumentumokkal igazolható módon, amelyet nyilván a bizottság rendelkezésére fog bocsátani, tehát dokumentumokkal igazolható módon részesült összességében 100 millió forintban, ennyiért tudták értékesíteni a harmadik cégüket, míg az érintett alvállalkozók 7 éve futnak a pénzük után, a jelenlévő vállalkozó akkoriban egy 20-25 milliós egyéni vállalkozásként funkcionált, és 6 millió forint fölötti az őt ért kár, tehát az éves árbevételének a 20%-át veszítette el annak idején. Az ügyben, önök előtt biztos ismert módon, már 2014-ben Kent Imre politikai szerepvállalásakor is, konkrétan a önkormányzati választásokon való szerepvállalásakor is, egyfajta politikai felhangot, amelyben számunkra egy dolog volt az érdekes, hogy az érintett, aki ellopta az a kisvállalkozók pénzét, az érintett legalább politikai hatalomra letörjön, ha már egyébként ilyen cselekmény van mögötte, és mint annak idején is talán emlékeznek rá, végül noha mandátumhoz jutott, azonban a mandátumát nem vette fel az érintett szereplő, és most 2018-ban azért kapott az ügy ismét politikai felhangot, mert az érintett vállalkozó újra feltűnt Hódmezővásárhely közéletében, több kampányeseményen is, illetve utána önkormányzati eseményen is jelen volt, részt vett, miközben egyébként az alvállalkozók meg még tudják is, hogy őket megkárosították és ilyen módon becsapták. És mivel felmerült annak a, nem csak a gyanúja, már tudom, hogy súlyosabb annak a vágya, hogy az érintett alvállalkozóktól ellopott pénz egy része politikai kampányra került, konkrétan Márki-Zay Péter általunk ismert kampány számlájára lett átutalva a pénz egy része, ezért fordultam én magam, megválasztását követően 3 alkalommal, 4 szemközt, illetve 6 szemközti beszélgetések során Márki-Zay Péterhez, és azt kértem tőle, segítsen feltárni az ügyet, ha tud, akkor segítsen a károsultak vállalkozókkal, és ne vállaljon semmilyen módon közösséget Kent Imrével, és pluszban még egy dolgot kértem, ha esetleg ő kapott akár jó hiszeműen is pénzt, mert tényleg egy nyitott kampány számára az utal, aki csak akar, akkor ezt a pénzt, ezt vagy utalja vissza oda, ahonnan kapta, vagy ami talán még jobb, hogy tegye be abba a károsultakat kártalanító alapba, amelynek a létrehozására én az önkormányzat mellett az állami illetékes szervei felé is javaslatot tettem.